Nekünk magyaroknak azért fontos Szent Márton tisztelete, mert amikor létrejön a Magyar Áram, Magyar Egyház, akkor egy olyan pannoni szentnek a pártfogását tudjuk kérni, aki itt született, hozzánk tartozik, és akinek az életéből is számtalan vonást át tudunk venni. Például említhetjük, hogy Márton, mint lovás katona, közel állt a magyar néphez. A Répcalaki templom számára készült egy sorozat, amely Márton tiszteletét mutatja be a Magyar Királyság életében, és azt mutatjuk, hogy Szent István királyunk többször fohászkodik Szent Márton pártfogásáért, de ugyanúgy a Mogyoródi csata előtt Szent László megfogadja, hogyha győzelemre segíti őt Márton, akkor a tiszteletére egy templomot épített. Pozsonyban a király koronázó templomnak Szent Márton a titulusa, de ugyanúgy korábban Székesfehérváron a Szent Márton templom tornyából végezte el a király a 4 égtáj felé a kardvágást, hogy bárhol is jön az ellenség, Márton közbenjárásával, Márton segítségével megoltalmazza az országot. Szép az is, hogy amikor még nincsenek Árpádházi szentjeink, amikor nincsenek a magyar földnek még szent életű személyei, akkor is van egy olyan személy, akihez kötődünk, és akinek az élete, tevékenysége számtalan üzenettel szolgál számunkra. Legyen az a felebaráti szeretettere, legyen az a hithirdetés, vagy legyen az a szerzetesi élet.